Mi a fenének venne valaki egy stúdió monitort sima hangfalak helyett? Ma pontosan erről fogunk beszélni, konkrétan amúgy az Adam Audio-nak a T5V szériájáról, és spoiler alert, ennyire jól hangzó hangfalakat én még életemben nem hallottam, pedig van egy egyedi gyártású hangfalam, és mindig szeretem ezeket így hallgatni, meg ugye a jó minőségű fejhallgatókkal is. Ez valami eszméletlen. Komolyra fordítva a szót, hogyha itt vagy és nézed ezt a videót, akkor lehet, hogy téged is érdekel mondjuk a videókészítés, podcastek, vagy az ilyen kreátori dolgok. Hát, hogyha ilyen vonalba vagy és zenével, videóval foglalkozol, akkor nem egy tipikus hangfalat szabad venni, hanem úgynevezett stúdió monitorokat, ugyanis ezek adják a legátfogóbb, tisztább hangzást, tehát nem olyan, mondjuk veszel egy Beats márkát, amit én amúgy nagyon szeretek, de az ugye nagyon basszusban erős. Itt mindent úgy hallasz ki, ahogy amúgy a zeneszerkesztő programodban van, vagy ahogy felveszed a mikrofonoddal. Az Adam Audio-nak a T-szériája egy nagyon izgalmas termékcsoport üzleti alapon. Ők egy elég régi cég, és a legmagasabb minőségű stúdió monitorokat csinálták, viszont néhány éve a T-szériával beléptek egy teljesen elérhető árazásban, ami kb. A legdurvább vonaluknál, ami mondjuk sok százezer forint, tehát értsd ez alatt, hogy akár millióba is kerülhet egy szett kialakítása, elérhető tud lenni számunkra. Nyilván az, hogy elérhető mindenkinek a saját pénztárcáján múlik, de hogyha majd ott tart valaki, hogy gondolkozik ilyen stúdió monitorokon, akkor 60 ezer forint egy, tehát a 220 ezer forintba kerül, és hogyha egy magasabb márkán gondolkozunk, tényleg mondjuk egy Beats-en, vagy Beoplay-en, ezek simán még drágábbak is tudnak lenni, és egyáltalán nem adnak ilyen jó hangzást. És annélkül, hogy nagyon értenék ezekhez a dolgokhoz, de mind a magasok, ahogy kihallatszanak, az, hogy a mély nem pattan úgy vissza a falról, és nem lesz ilyen rezonancia, a közép meg pont úgy hallatszódik, majd fogok beszélni arról, hogy mind a kialakítás, a dizájn, hogy hogy helyezzük el, de amikor ott vagyunk abba a középpontban, mindjárt elmondom, hogy az micsoda, akkor olyan a zene, a kedvenc zeném úgy hangzanak, mint még soha nem hallottam őket. Iszonyat királyak. És nem csak királyak, hanem nagyon hangosak. Mondjuk az S-széria, ami a profi széria, az 50 kHz-el tud, ez 25 kHz-es, de egy ilyen szobában, mint amiben én vagyok, hát eszméletlen hangos tud lenni, és ugyanúgy gyönyörű a hangzása. Nos, át fogjuk beszélni, hogy mi van a dobozban, milyen funkciói vannak, kinek való, a dizájnról lesz szó, hogy helyezzük el. Sőt, amúgy az Izo Acoustics-tól kaptam egy ilyen tartót, egy állványt, ami még minden rezonanciát is kivesz, arról is fogunk beszélni néhány szót. Először jöjjön az intro, kezdjük el! Mielőtt belevágunk, disclaimerbe el kell, hogy mondjam, hogy az Adam Audio elküldte, meg az Izo Acoustics is ezeket a termékeket, de nincs beleszólásuk abba, hogy én mit fogok róla mondani. Vegyük át, hogy mi van a dobozba, hát értelemszerűen nyilván a stúdió monitorok, de maga a dobozban, ahogy szállítva van, olyan jól van rögzítve pontosan, hogy biztos lehet, hogy ha online rendeljük, nem lesz semmilyen baja. Kapunk amúgy még egy áramkábelt, ugye csatlakoztatni az áramhoz, viszont a két csatlakozó port, az RCA és az XLR kábel, az nem jár hozzá, tehát ezt kalkuláljuk be, hogy ezt pluszba nekünk meg kell venni. Van egy aranyos kis köszönés annak, hogy ugye egy köszönt egy ilyen levélbe, hogy mi ezt megvettük, és amúgy, ha már itt tartunk, amúgy 2 év garancia van rá, de ha simán felmegyünk a weboldalukra, akkor ez a 2 év 5 évre terjeszthető ki, csak annyiból, hogy regisztráljuk ezt a terméket. Ha pedig funkciók, ugye azt mondtam, hogy van hozzá a kábel, amivel az áramhoz csatlakoztatjuk, ugye mind a két monitort külön csatlakoztatjuk, tehát két áramforrásra van szükség, ami nincs benne, hogy egy ilyen automatikus kibekapcsoló, de előtte amúgy egy harmankardon hangfalat használtam, és ott sem volt automata bekapcsoló, úgyhogy nekem ez nem zavaró, ha hosszabb időre megyek el, lekapcsolom, ha pedig használom napközben, vagy amúgy minden nap tudom, hogy itthon dolgozom, akkor meg bekapcsolva hagyom, ez nem gond. Én a T5V-t tesztelem, de amúgy van a T5
T7V és a T8V, ez azt mutatja, hogy 5-incses, 7-incses, vagy pedig 8-incses verziók, de már ez egy ekkora, szerintem ilyen 10x négyzetméteres szobába, hát kiüvölti a fejemet tényleg, és még halkan is olyan tisztán hallok mindent, a T5V zseniális választás, és 120 ezer forintért, 130-ért, hogyha ilyet szeretnénk, de ezt majd elmondom még párszor a végéig. Az a Demaudionak amúgy egyik különlegessége a felső tweeter rész, ami ugye ez a gyönyörű kis sárga dizájnnal feldobja a matt fekete kialakítását és íveit a nagyon letisztult monitornak. Ez egy úgynevezett UART ribbonnal készül, amiért híresek, és ez a legalacsonyabb bármilyen disztorció, tehát hallgatásnak a valamilyen torzulását totálisan le tudja csökkenteni. A frekvencia reakció 45 és 25 kHz között van, összehasonlítva az S-szériával, náluk például ez 50 kHz között van, ez nyilván a nagyobb térben való elhelyezést és a hangosabb outputot eredményezi, de mondom, otthonra nincs rá szükségünk. Amúgy az erősítőben 70 wattos, és egy úgynevezett SPL, az 106 decibel, ez igazából annyit jelent, hogy nagyon-nagyon hangos. A hátulján nagyon sok mindent be lehet állítani, nyilván a hangerőt és azt is, hogy a szobának és a mi ízlésünknek megfelelően a magas, a közepes és a mély tartományokat miként, milyen decibellel, hogy adja ki. Ezt nyilván lehet a kompjúteren még valamilyen EQ-val beállítani, de az, hogy itt ezt mind meg lehet csinálni, azt szerintem szuper, és ezáltal nagyon kiterjedt mélyeket ad, és azt olvastam, azt mondják az okosak, hogy a közép tartományban is minden pont úgy szól, ahogy annak lennie kell, ahogy a zene szoftverből ki kell, hogy jöjjön. Még egy dolog, amit hátul be lehet állítani, az az, hogy milyen legyen ugye a kimenete, vagy RCA kábellel tudjuk csatlakoztatni, vagy pedig XLR-rel. Én amúgy egy XLR kábellel csatlakoztatom az Audient Evo 8 audio interfészhez, ami belemegy a komputerembe. Amúgy van az Audient Evo 8-ról is egy bemutatom, hogyha még azt nem látod, akkor ide kattintva megnézheted. Dizájnról egy kicsit beszéltem, de részletesebben nagyon tetszik, hogy ez nem egy ilyen nagyon teki és minden részét megmutató, hanem egy minimál stílusra megcsinált, amit lehet elfedett. Ez a matt, fekete kialakítás annyira illik a szürke falakhoz, a barna asztallapomhoz, az, hogy ugye matt, fekete például ez a mikrofon is, nagyon szeretem, és a kis sárga tweetek jól néznek ki benne, diszkréten van rajta a logó, és ehhez tök jól passzol amúgy az izoakusztiknak az a kis állványa, amin rajta van. A hangzásról úgy, hogy nem vagyok audiofil, azt tudom mondani, hogy tiszta. Tehát ahogy hallgatjuk, olyan, ha jól tudom, azt szokták mondani, hogy őszinte hangzása van, és nekem ez az egész hangulat, amikor itt dolgozom, azt érzem, hogy mosolygok, ahogy hallgatok valamit, de néha ugye egy ilyen elektromos asztalom van, és felállítom, mert annyira jó a zene, hogy bennem van az erő, bennem van az erő, és amikor mondjuk még be is punyadnék, ez egy ilyen további szintre tud engem vinni, ami nagyon király. Ha mondjuk nagyon-nagyon szeretnék valami negatívumot kiválasztani, akkor azt tudom mondani, hogy lehetne a basszus egy picikét erősebb, de szerintem tőlem azért jön, mert ugye nem ehhez a letisztult hanghoz vagyok szokva, aminek pont ez a lényege egy stúdió monitornak, hanem ugye az ilyen beats-es vagy harmankardonos jó basszushoz, de amúgy lehet a T-szériákhoz is venni egy mély nyomot, ami egy külön hangfalként is tud funkcionálni, de akkor a két irányú monitorokból egy három irányú rendszer tudunk kialakítani, és akkor tényleg még erősebb basszust kapunk, ha valamiért ennyire ez a stílus számít nekünk, és amúgy ugye hátul is be lehet állítani, hogy egy picit a basszus felmenjen, meg nyilván amikor zenét hallgatunk, akkor az EQ abba lehet mondjuk, hogy a basszus erősebb legyen. Beszéljünk még arról, hogy hogy kell elhelyezni, talán ez egy óriási különbség egy sima hangfal és a stúdió monitorok között, hogy itt nekem még laikusként is nagyon ki kellett mérnem, mindent néznem, hogy milyen szögbe van, hogy milyen a távolság a szobának a két oldala, és milyen távolsága van a hátsó fal között, ami minimum egy olyan 20-30 centi kell, hogy legyen, és nem csak a távolság ugye a két külső faltól, de tőlem is, amikor így szembe dolgozom, akkor ugyanolyan távolságra kell, hogy legyenek, és ugyanolyan szögbe,
pont a fülemhez kell, tehát nem a fejemhez, nem mögém, a fülemhez kell, hogy érkezzenek, és itt jön be amúgy az izoakusztik, amiről beszélek majd részletesebben egy perc múlva, hogy még beállítom a szöget is, ugyanis a tweeter résznek pont a fülemhez kell, hogy érjen, és ehhez jó, hogy abba a magasságba és olyan szögbe tudom ezeket a hangfalakat rátenni ugye az asztalomra, amúgy lehetne külön is tenni, lehetne olyan állványokon, de nekem egy elég széles asztalom van, úgyhogy ezeken így tök simán elfér. Mielőtt a végére érünk, szeretnék beszélni az izoakusztikról, amit amúgy az Edem Audio ajánlott nekem, hogy ez egy nagyon jó asztali állvány, ami a hangnak az elnyelésére, ugye azért tud ez a hangfal is rezegni, főleg hangosan, ugye ahogy mondjuk a mély részek mozognak benne, vagy csak akár azáltal, hogy ahogy a hang itt megy a szobába és mondjuk visszapattan, az is adhat egy rezgést, és itt jönnek be ezek az állványok, amik teljesen, vagy hát amennyire csak tudják, elnyelik ezeket a hangokat. Az izoakusztiknak nekem a dizájnja nagyon tetszik, és az is jó, hogy amikor megérkezik, két magasság között választhatunk. Én magasabbra tettem, mert úgy van a kialakítás, és így jön a fülemhez. Talán lehetne még egy kicsit magasabb, viszont mivel csak ez a két méret van, ezt azzal orvosolják, hogy kapunk egy ilyen kicsike kis pöcköket, amivel még ugye állíthatjuk azt, hogy milyen fogban álljon, és egy picit fölfel állítottam, és így tényleg tökéletesen ott van, beállítva minden, úgyhogy mindenféleképpen, hogyha stúdiómonitorba gondolkoztok, akkor valamilyen hangelnyelő kiegészítőt, egy habot, vagy egy ilyen állványt érdemes hozzá, amikor ugye gondolkoztok a vásárláson belekalkulálni, hogy ha már egy ilyen minőségre és élményre mentek, akkor ez tényleg egy ilyen szintű dolog legyen. Hogy összefoglaljam, azt tudom mondani, hogy amit mondjuk hallgattam, Harman Kardon, Beoplay, Yamaha, vagy mondjuk Pioneernek az ilyen stúdió monitorait, vagy az előbbieket, mint hangfalak, hát legalább olyan jó, vagy talán még jobb, sőt ez a középső rész, ahol tényleg az ének, a hangszerek érvényesülnek, szerintem még jobb is, és ezzel amúgy nem vagyok egyedül, mert megnéztem nyilván rengeteg külföldi szakértőnek a bemutatóját, és ők is azt mondják, hogy az Edem Audionak még a T-szériánál is, ez a közepes tartományba az egyik legjobb, hanem a legjobb. Hogyha az a kérdés, hogy ajánlom-e neked, hát egyértelműen igen, de ez rajtad áll. Megfelelő-e számodra egy sima hangfal, és jó az a basszus, ami kijön, vagy tényleg mint egy kreátor, mondjuk hobbi szinten zenélgetsz, valami ilyesmit csinálsz, szükséged van egy ilyen nagyon jó stúdió monitorra, akkor az Edem Audio ezzel a 60 ezer forintos árával egy tökéletes kompromisszum szerintem, hogy egy tök jó dizájn, bár nyilván ez az utóbbi, szuper minőség és hangzás, de egy megfizethető áron mindezt egy csomagba megkaphatod. Te mit gondolsz, vennél-e egyáltalán stúdiómonitort, vagy elég egy hangfal, ha stúdiómonitor, akkor mit használsz, vagy mi az, amire vágysz? Folytassuk ezt a beszélgetést a kommentbe, és hogyha most vagy itt először, hát egyrészt köszönöm szépen, hogy végignézted, remélem tetszett, mert ha nem, akkor minek nézted végig, de ha nem vagy feliratkozva, akkor mindenféleképpen nyomj rá a feliratkozás gombra, és a csengőt is nyomd be. Jövök ilyen tech review-s stílusú videókkal, de mindez ugye a videózás az alkotáshoz kapcsolódik, és ugye itt is láthattátok, hogy gyakorlati tippekkel szeretném ezt megfűszerezni, és a másik irány pedig, hogy elviszlek titeket forgatásokra is, és megmutatom, hogy mit, hogy veszek fel, mi a végeredmény, milyen hangeffekteket csinálok, hogy vágom meg ilyen tutorialokat is csinálok hozzá, és eleve bemutatom, hogy mint vállalkozó, hogy építem fel ezt az új vállalkozást. Ha ezek a témák érdekelnek, akkor nyomj rá a feliratkozás gombra, és remélem, hogy találkozunk a következő videóba. Szia! Sziasztok!